nem csak a majosi játékosokra, hanem már a szurkolókra is demoralizálóan hatott az a magabiztosságot, tanúbizonyságot adó játékbeli fölény, amely már a mérkőzés első perceiben kialakult a Takson javára. Miután legalább három kulcsjátékosát nélkülöző Majos sokszor csak nyomozott a labda után, oly sokszor persze eredménytelenül. Mivel hatékony középpályás védekezésről, illetve valamire való támadó játékról NB3-as szinten nem beszélhettünk a fekete-fehér szerelésben játszunk Majos esetében, vendéggólokat prognosztizálható állandó vészhelyzet alakult ki a hazai kapu előtt. A jobboldali lapos beadás után a centerposzton érkező Kuhn több majosi játékost is megelőzve perdíthetett a hálóba, és ez már a második taksonyi találat volt, 2-0. A szorványos majosi támadások legfeljebb a 16-osig jutottak el, valamire való gólhelyzetig sokáig egyáltalán nem. Az ilyen támadások után, amikor a hazaiak hátul fellazultak, gyors kontrából adott ízelítsőt a Takson. A baj csak tetézte, hogy Steinba Gergő kapus teljesen fölösleges kifutása után, ahogy mondani szokás, ajtó-ablak nyitva maradt, és Simon Attila, az NB1-es múltú taksonyi kiváló csatár, élve a felkínált lehetőséggel 20 méterről beemelte a labdát az üres kapuba, 0-3. Egy mintaszerű akció végén, beívelés után ismét Simon Attilát játszották meg. Három bajosi médő csak nézte közelről, ahogy fölmegy fejelni, és a kiszolgáltatott kapus mellett a bal felső sarokba bólint. 0-4. Nem állt le fél óra elteltével sem a taksonyi gólgyártás. Ezúttal távoli, helyezett és erős lövésekkel vették be a vendégek Steinbach kapuját. A főszereplő Tóth István volt, aki a 32. percben ballal a jobb felsőbe csavart, majd 6 perccel később rugótechnikáját megvillantva szabadrugásból a bal felsőt lőtte ki, úgy, hogy Steinbach kapus mindkét esetben tehetetlen volt. A filibe utolsó percében nem várt módon megszületett a Majos első hazai, mondhatni történelmi NB3-as találata. Az egyszemélyes, meglehetősen magára maradt csatársor képviselője, a nyáron újonnan igazolt Pál Ahilesz előbb szabadrugásból veszélyeztetett, majd nem sokkal ezután három védőt is lerázva magáról 23 méterről kilőtte a bal alsó sarkot 1-6. Szünet után sem változott a játék képe, a Takson már talán a soron következő szerdai meccsre koncentrálva annyira nem erőltette a támadójátékot, mint az első játék részben. A valóban tartalékosan gyenge Majos így sem tudta megváltoztatni a játékképét. Mivel gólhelyzetei ismét csak a Taksonynak voltak, így ők lőttek újabb gólokat. A volt NB1-es gólkirály Simon Attila mesterhármast is megszerezte, szinte senkitől sem zavartatva emelhette be a labdát közelről a kapuba, ezzel mesterhármast ért el 1-7. Jött az újabb taksonyi találat, és vele együtt a súlyos, demoralizáló 8-1-es vereség, mindez sajnos az NB3-as hazai bemutatkozó találkozón a majosiak számára. Fihanyvári László edző azzal kezdte a meccs értékelését, hogy az ő szűkös keretük 3-4 kulcsember és legalább 2 kezdőcsapatba kerülő alapember sérülését egyszerűen nem bírja el a csapat. Lednevskit, Steinbachot, Lizákot, Nagy Norbertet valóban nem tudták pótolni. Körösladányban, a Nyitányon 65 percig még partiban voltak az ellenféllel. Ott a kiállítás az döntött el a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ez a Takson egy kiváló csapat. Rúgtak 5 euró gólt, tehát ami eljött a lábukra, az első fél minden találat volt. Demoralizált is minket természetesen, ebből nagyon nehéz felállni. Nagyon gyorsan össze kell szedni. Az a baj továbbra is, hogy a sérültjeinkből, tehát nem látom azt, hogy ki jöhet vissza. Esetleg szerdán már a Lednevski lesz, a Lizák biztos, hogy nem, Steinbach biztos, hogy nem. Hétvégén talán lesz a Nagy Norbi, ez is már az egy két minőségi ember. Nem annyival rosszabbak a mi játékosaink, mint az ellenfeleké, hogy ekkora a különbség. Annyival rosszabbak, hogy amíg ezek a gyerekek, az ellenfél játékosai éveken keresztül NB1, NB2-es, NB3-as sorozatterhelyre és edzésszámba edzőtek, addig a miénk azért csak a megye bajnokságban évek óta, és valamilyen szinten hozzá is szürkültek, hozzá is asszimilálódtak. A Taksonyban 3 gólt szerző Simon Attila ott bent a pályán nem érezte azt a tüzet, elszántságot, ami egy újonc csapatot a felszántom a pályát jegyében kell, hogy jellemezzem. Nem azt mondom, hogy nem akartak ők, mert nyilván
biztos, hogy akartak, csak én azt gondoltam, hogy nehezebb dolgunk lesz, hogy tényleg első, úgy hallottam, első NB3-as mérkőzés a Majosnak a bemondó szerint, és én azt gondoltam, hogy kellemetlenebbek lesznek, oda fognak állni, agresszívak lesznek, és hál' Istennek ezt nem éreztük, és hát ez a mi malmunkra hajtotta a vizet. A két meccs tapasztalatai azt mutatják, ahhoz, hogy a Majos fel tudja venni a versenyt a megyebajnokságnál jóval színvonalasabb NB3-ban, akár csak a gyengébb csapatokkal is, a sérültek felépülése után még mindenképpen legalább két minőségi játékost igazolniuk kell.